Ma is sétánk a látogatóközpont megbízásából indul, amit egyébként még hétfőn meg fogunk ismételni, mert ez a mobilitás hét alkalmából zajlik. Nyilván ahhoz, hogy az utcatörténelemről beszéljünk, egy kicsit Győr történelméről kell beszélnünk, és arról, hogy a különböző korokban, ami azért kb. 2000 évet ölel fel, mi az, ami megmaradt a régi időkből, és mi az, ami újjá alakul. Nyilván abból adódik ez a nagy változás, hogy a kereskedő Kalmár városból egy ipari város lett, ma már nyilván ennél sokkal több arcáról is beszélhetünk a városnak, de ami az utcatörténelem alakulását illeti, mindenképpen ezzel az óriási változással függ össze, és a győri vár történetével, a vár mint erődítmény jelenlétével, majd annak az eltűnésével az 1820-as évek után. Javarészt ezzel fogunk a séta során foglalkozni, végigjárjuk a belváros utcáit, megnevezzük a régi nevükön is ezeket a ma már jól ismert utcákat. Ezek között lesz néhány érdekesség is, hiszen van olyan utca, ami még most is más nevet visel, mint ami hivatalosan a táblán van, és találkozunk olyan utcanevekkel is, aminek az ideje már elmúlt, és mégis ott található a falakon. Jelenleg a Baross utcán állunk, ez Győrnek a sétáló utcája, és még ahogy más utcák is Győr belvárosában több névváltozáson mentek keresztül. Először az utca nevét Szent Mártonnak hívták, hiszen ez az út volt az, ami a pannonhalmi bencés apátsághoz vezetett. Aztán később, amikor a 16. században elkezdődtek a nagy győri várépítkezések, akkor ezen a helyen, ahol jelenleg most állunk, itt állt valamikor a győri várnak az úgynevezett fehérvári kapuja, és akkor az utcát is Fehérvárról nevezték el, tehát a Fehérvári út nevet kapta, illetve a piros téglák, amik itt az úton láthatók, erre aztán később egy tűztornyot is építettek a 18. század végén, ami 100 évig állt, és a 19. század végén rombolták le, amikor aztán megépítették ugye a városházát, és hogyha valaki a tűztoronynak a képét itt a falakon is megnézi, akkor a városházának a középső sziluettjét is megtalálhatja benne. Aztán az idők múlásával a 19. században ugye Baross Gábor lett Győrnek az országgyűlési képviselője, így aztán az ő tiszteletére 1893-ban elnevezték az utcát. Aztán teltek múltak az idők, ugye háborús idők következtek, és 1961-től pedig a Lenin út nevet viselte a Baross utca, bár a győriek még mindig Baross útnak hívták, erről tanúskodik még a megmaradt tábla a Lenin út felirat. Aztán egészen 1990-ig a rendszerváltásig Lenin útként volt a térképeken feltüntetve, és 1990 óta pedig újra Baross Gábor nevét viseli. Tehát láthatjuk, hogy az idők folyamán így változnak Győr utca nevei, és ma ezekről a történetekről szeretnénk a vendégeinknek mesélni.